Egy baloldali szociológus kért több empátiát a baloldali politikusoktól. Szalai Erzsébet arról írt a Facebookon, hogy lehet gúnyolódni azon, hogy a kormány stoppolta a csirkefarhát árát, de nem érdemes, mert ez meglátszik majd a választási eredményen. Múlt héten döntött az élelmiszerárstopról a kormány, a baloldal azóta is támadja az intézkedést, például a csirkefarhát árcsökkenését. A baloldalinak mondott szociológus most figyelmeztette a sajátjait, hogy nem kellene gúnyolódni a szegényeken hogy mennyire ostoba ez az intézkedés, hogy mennyire alkalmatlanak. Szánalmasnak és ostoba intézkedésnek nevezte Márkizai Péter vasárnapi bejelentkezésében, hogy a kormány a magas infláció miatt hatósági árat vezet be több alapvető élelmiszerre. A baloldal miniszterelnök jelöltje ezúttal nem egyedül, hanem az ATV-től átigazoló műsorvezető Simon András társaságában jelentkezett a közösségi oldalán. Márkizai Péter Bot Péter Ákos szavait idézve a kormányzati intézkedést támadva azt mondta, szerinte az élelmiszer bevezetése olyan, mint a a Tolseprűvel akarnánk árvizet megállítani. Tehát ez akkor a ostobaság, akkor a felelőtlenség, és akkor a atlanság. Egy szimbolikus alkalmatlansági beismerés, egy beismerő nyilatkozat az, hogy már a csirkefarhát árát kellett befogyasztani ahhoz, hogy legalább a legszerencsétlenebb emberek azt lássák, mintha a kormány törődne az ő pénztárcájukkal. Gúnyolódás a csirkefarháton, nagyon kiosztotta az ellenzéket az ismert baloldali szociológus, ezzel a címmel közölt cikket az ATV hétfőn. A portál arról ír, hogy Szalai Erzsébet is arra figyelmezteti Márkizai Pétert a közösségi oldalán, nem jó ötlet, hogy a baloldal közös miniszterelnök jelöltjeként a csirkefarháton gúnyolódik, vagyis most már a saját oldaláról is kap figyelmeztetéseket a baloldal. A szociológus a közösségi oldalán ugyanis azt írta, lehet szórakozni a csirkefarháton, csak hát az emberek több mint 20%-ának ez az egyetlen húsétele, és nekik bizony néhány forint is számít. Arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte ez majd a választási eredményeken is látszódni fog. Szalai Erzsébet bejegyzésében több empátiát kért a baloldal részéről, majd úgy fogalmazott, Farhátozás helyett az emberek számára is érthető szociális üzenetek és ígéretek kellenének, nem pedig a szegényeken való gúnyolódás. Bejegyzéséhez egy mérges hangulatjelet is tett.